A Magyarország elleni nemzetközi lejárató kampányok szerves része, hogy álhírekkel és hazugságokkal látják el a nemzetközi baloldali sajtót, erről írta az Origó. A hírportál írásában egy olyan osztrák férfira hívja fel a figyelmet, aki a soros hálózat tagjaként a világ számos pontján végzett már lobbi tevékenységet. Dollár média. Itt van soros embere, aki a nemzetközi sajtó magyar ellenes propagandáját irányítja. Ezzel a címmel közölt cikket az Oriku. A portál azt írja, a Magyarország elleni nemzetközi lejárató kampányok szerves része, hogy különböző álhírekkel és hazugságokkal látják el a nemzetközi baloldali sajtót. Ezek koordinálását a lap szerint főként a soros hálózat karmesterének is nevezett Gerald Knaus végzi. Ő az alapítója több olyan lobby szervezetnek is, amely százmilliós milliós támogatásokért cserébe a nyílt társadalom eszméjét népszerűsíti. Köztük van a külkapcsolatok európai tanácsa is, amelynek taglistáján Soros György és Fia Alexander, valamint egy sor magyar, liberális politikus, így bajnai kordon Ádám és szigetvári viktor is felbukkan. Az Origo beszámolója szerint a szervezetnek tagja volt az Európai Parlament korrupciós botrányba keveredett talánöke, Eva Kylie is, bár ennek nyomait utólag megpróbálták eltüntetni. Az Origo hozzáteszi, Gerald Knaus előtt gyakorlatilag a teljes liberális média nyitva áll. Sorosék a világ számos pontján végeztettek már vele lópi tevékenységet. A tősdő spekuláns által pénzelt osztrák férfi olyan meghatározó nemzetközi sajtóorganumokkal tartja a kapcsolatot, mint a New York Times, a The Guardian, a Der Spiegel vagy a The Economist. Jellemzően egy-egy nyilatkozatával adja meg az alaphangot, amely aztán bejárja a nemzetközi liberális sajtót, és természetesen a külföldről pénzelt magyar baloldali portálokat is teljes átalakulásban van a sajtó. 300 millió forint a Telex Akadémiának közvetve az Egyesült Államok kormányától. Szintén Amerikából 80 millió a Gulyás Márton féle partizánnak, és az eddig nyilvánosságra került legnagyobb összeg 1 milliárd forint az ezalények.hu nevű lejárató portának. Csak néhány példa a közelmúltból, amikor amerikai kormányszervek vagy Soros György alapítványai pénzzel támogattak hazai baloldali sajtótermékeket. Még júniusban is érkezett az Action for democracy több mint 400 millió forint. Hasonlóan a baloldal kampányához, amelyre mintegy 3 milliárd forintnak megfelelő amerikai dollár érkezett. Nem tudom, hogy érkezett-e, azt meg végképp nem, hogy kampányra. Nekem ezzel itt szerintem nincsen dolgom. Hát én ezt most öntől hallom. Lényegében már Zajpéter Péter tudja a legjobban, ő tud beszámolni róla. A baloldal vezető politikusai a botrány kirobbanása óta tagadják, hogy tudtak volna a guruló dollárokról. És igen, ebben van amerikai pénz. A baloldal bukott miniszterelnök jelöltje szerint ugyanakkor érthetetlen, hogy korábbi szövetségesei miért nem tudtak a becsatornázott milliárdokról.